Szeretettel köszöntöm a stúdióban Németh Ildikó mesterfodrászt, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. És már ebben a megszólításban is sok minden benne van, de ezt fogjuk kifejteni most, és ígérem, hogy az elkövetkező 20-25 percben egy kellemes időtöltésben lesz részük, legalábbis az előzetes megbeszélés nekem ezt sugallja. Először is önről szeretnénk tudni néhány információt. Hogyan lett mesterfodrász? Egyáltalán hogyan lett fodrász? Vagy hogy dönti az ember, hogy fodrász lesz? Hát ez egy nagyon jó kérdés, azt már nagyon sokan megkérdezték tőlem. Általános iskolás negyedik osztályos koromig én gyerekorvos szerettem volna lenni. És mindig fenékigérő hajam volt. És negyedik osztályos koromban jött be a Sasson divathajvágás. Vidál Sasson, ugye a nagy feltaláló. Igen, a nagy Vidál Sasson. Mai napig is ugye ő a vezető hajvágás trendbe. Divat diktátor. A divat diktátor, ez a legjobb kifejezés. És akkor addig könyörögtem a szüleimnek, amíg megengedték, hogy a fenékigérő hajamat levágathattam. És elmentem az anyukámmal a fodrászhoz, és én rettentő boldog voltam, hogy új trendi frizurám van. Egyáltalán nem sajnáltam a hajamat. És és akkor milyen frizurája lett, ilyen Mirei Mathieu-s, vagy nem, talán még emlékszik, nem tudom, biztos, hogy szerintem egykorúak vagyunk, úgyhogy szerintem biztos, hogy emlékszik, egy ilyen gomba frizurája, ez a kerek, igen, emlékszem. Vágott, kicsit hátul hosszított oválisra, egy hozba, de mégis az az ovális. Hát én rettenetesen boldog voltam, végre nem az anyukám vágta le a frufrumat, és az egész illat, ez az egész millió, ami ott a fodrászüzletben volt, és mikor hazamentünk... Hát azért nem nagyon járt fodrászhoz, nem, mert hát soha, minek? Mindig anyukám vágta a frufrumat, úgy is ennyi nézett volt ki, elég. És mindig sírtam két hétig, amíg meg nem nőtt, mert nagy borzasztó volt, de anyukám szerint az úgy jó volt. Ezért nem megyünk fodrászhoz, hogy a frufrurat levágják. És aztán, amikor megtörtént az első hajvágás, akkor én hazamentem, és már este mondtam, hogy azt hiszem, én nem gyerekorvos leszek, hanem fodrász. Óriási fordulat. Viszont jó tanuló voltam, bár nekem nagyon jó szorgalmam volt, tehát nem voltam olyan nagyon fogékony, mint mondjuk a testvérem, aki egyszer elolvasta, és már ment játszani, és tudta az egész anyagot. Nekem sokkal több ülés kellett a tanuláshoz, viszont rettentő nagy szorgalmam volt és kitartásom. Hát az így szerzett tudás jobban meg is marad. Elképzelhető, nem tudom, mert a másik oldalát nem nagyon ismerem, hogy az milyen. És a tanáraim is tudták, hogy én egy nagyon szorgalmas diák vagyok, és nagyon érdekes módon, amikor hetedik osztályban szakmát kellett választani, akkor az akkori osztályfőnököm behívatta a szüleimet, mert nem akarta megengedni, hogy én fodrásznak tanuljak, mert hogy egy jó tanuló, szorgalmas, kitartó gyerek vagyok, és hogy ha már egyszer én gyerekorvos akartam lenni, akkor ne engedjék. Küldjenek csak engem szépen gimnáziumba, és majd ha a érettségi után én még mindig fodrász akarok lenni, akkor majd tanulok fodrásznak. Felteszem, ön nyerte ezt a vitát. Az apukám azt mondta, hogy neki az a legfontosabb, hogy az ő gyereke boldog legyen egy életen át, és ha ez a lány fodrász akar lenni, akkor fodrász lesz. És én azt gondolom, ha 15-ször születnék újra is, fodrász lennék, nekem ez szerelem. Tehát ez egy elég kemény indulás volt, és ki is igen. tartott ezek ki, szerint igen. a pension, nem érezte úgy, hogy rosszul soha. Döntött, és nem, inkább soha. Nem, a gyerekorvoslás, vagy más? Igazából, ha nagyon őszinte vagyok, bent van az életemben az orvoslás, idézőjelben mondom, mert hogyha egy gyógyász is vagyok. És hála a jó Istennek az ajkai orvosok is, akik küldik hozzám a pacienseket, elismerik a szaktudásomat. Mert hogy a hajgyógyászat az egy olyan szegmense az egész gyógyászatnak, amit mondjuk sem bőrgyógyász, sem egyik ágazata sem. Sebész, sem, nem, igen, karol föl igazán gondolom. Tehát amit ők tudnak, az nem egyezik a hajas feldőrnek azon az szegmensével, amit én tudok. Bánfi hajszeszhez, meg ilyesmihez fogni, meg magukra vannak hagyva, de így ha önhöz fognak, ezek szerint szakszerű. Így van. Így van, egy 900-szoros nagyításban mikroszkóppal vizsgálom a fejbőrt, a hajat. Olaszországban egy nagyon híres bőrgyógyász professzornál tanultam.
felsőszintű végzettségem van belőle, és nagyon-nagyon sikeres része ez is a szakmának. Tehát ha lehet mondani, akkor valamilyen szinten az a gyógyítás mégiscsak ott van egy kicsit, ott bujkál, igen. De maga a fodrászat az igazi szerelem. Igen, biztos hallott arról, hogy valamikor még a középkor, amikor borbénynak hívták a fodrászt, igen, akkor sebészként is működtek. Fogat is húztak, nem csak, hogy sebeket láttak el, így de van, még ilyen apróbb sebészi beavatkozásokat, fogászati munkát, igen, is végeztek. Én annyival tartom önvallomással, hogy mikor katona voltam, elküldtek fodrászhoz, borbélyhoz, mert szőrös voltam, és akkor voltam utoljára ilyen szituációban, nem szeretem a késsel matatnak a nyakam körül. Önnek mi a vélemény erről? Hát azért ez most már nagyon ritka, ugyanis most már a barbershopok lettek a férfi fodrászatban nagyon előnybe, divatba. Ez gyakorlatilag egy külön ágazata lett a, ha lehet így mondani, a fodrászatnak. Nagyon komoly trendje van most ennek. Itt aztán az arc masszástól, az szakálszőr puhításon keresztül, tehát itt most már nem úgy borotválnak, mint 15-20 vagy akár 30 évvel ezelőtt, hogy megfentük a kést, és nem, tehát itt azért minden nagyon kölyál szempontjából is, előírás szempontjából, egészségügyi szempontból, tehát itt nagyon-nagyon... Igen, hát Hitchcockig nem helyén vannak már nem a dolgok. Nem most te, hogy milyen szituációkat produkáltad a dolga. Lényeg az, hogy most már helyére kerültek, igen, a dolgok. Viszont térjünk vissza önhöz annyiban, hogy a kitartó tanulást gondolom nem hagyta abba, és most jött a pillanat, hogy megmutassuk ezeket a díjakat, amiket mint tervező, oktató, elméleti szakember kapott, ha jól tudom. Igen, én 84-ben végeztem, és 86-ba mentem férhez, és aztán megszületett az első gyermekem, és én 3 hónapot voltam otthon akkor ő vele, és én úgy éreztem, hogy én nem bírok tovább. Tehát mindaz mellett, hogy én mindenféle túlzás nélkül mondhatom, hogy a 2 gyerekem az életem legnagyobb sikertörténete, akikre nagyon-nagyon büszke vagyok, de magát a szakmát, ez nekem olyan, mint másnak az étel. Tehát nem kapok levegőt, vagy az oxigén, talán az a legjobb szó. Nem kapok levegőt, ha nem nyúlhatok hajhoz, ha nem csinálhatom. És én elhatároztam, hogy én nem szeretnék egy középszerű fodrász lenni. Én nem szeretnék úgy bejárni, dolgozni, hogy reggel megveszem az nőklapját, hogy közben még egyik vendég a másikat váltja, addig legyen mit olvasni, és ne unatkozzak. Tehát, hogy apukám mindig azt mondta, kislányom, ha valamit csinálsz, akkor azt 100%-on csináld, vagy ne csináld sehogy. És... Sok ember apukája példát vehetne az övéről, nem akarom különfényezni, de hát hallottunk szörnyű esetekről. Igen. Apukák és éppen, hogy rontják ezeket az esélyeket, de ön megfelelő támogatóban talált. Igen. Én egy nem szégyellem, én egy abszolút szürke, hétköznapi dolgos emberek gyereke vagyok. Sose voltunk gazdag család, viszont az erkölcsi norma, amiben én nevelkedtem, az a szeretet, összetartás, én azt gondolom, hogy minden pénznél többet ért, hiszen attól lettem olyan ember, aki vagyok. És én 87-ben kisgyerek mellett lemestervizsgáztam. És én utána szakmunkásvizsgabizottsági tag voltam 12 éven keresztül. Persze iskolás koromban, míg a fodrászképzést jártam, addig ugye versenyeztem, szakma kiváló tanulója voltam. Tehát én mindig arra törekedtem, hogy többet, mindig jobbat, mindig szebbet, és fölfelé íveljen a pályám. Majd aztán, amikor az Alfa Parf, az olaszországi, olasz cég az Alfa Parf, csak hogy így értsük egymást, ugye biztos hallott már ilyenekről, hogy L'Oréal, Vella, tehát amit így közismertebb. Igen. És ez az Alfa Parf is egy nagyon nagy... Ezek kozmetikumok, ugye? Hát ez a fodrászati anyag. Kellékek. Ők csak fodrászati anyagokkal, ja, forgalmaznak. Ez egy nagyon nagy cég egyébként, a világ harmadik legnagyobb cége az Alfa Parf. És Magyarországon is van egy disztribútora, és neki vagyok az oktató és bemutató fodrásza. 15 éve most már, és Budapesten van egy akadémiánk, ahol én tanítok.
nem gyerekeket, hanem felnőtteket, tehát akik már a szakmába dolgoznak, és kíváncsiak az új trendre, az új technikára, ők járnak ilyen továbbképzésre, mint bármilyen más szakmában vannak továbbképzések, és őket tanítom, ezt is nagyon imádom, mert ennek a szegmensébe tudok úgy kiteljesedni, hogy nem tud ellaposodni nekem ezáltal a hétköznapom. Tehát nem süllyedek bele abba, hogy igen, bejött Marika néni, Kati, Rozi, Sári, és mindenkinek levágtam a haját, és esetleg megfestettem, vagy na jó, néha csinálunk valami kis különlegesebbet, mert azért mégiscsak egy kisvárosba élünk, dolgozó embereket csinálunk, tehát az művészeti részét azt annyira nem lehet kiélni egy kisvárosba, ahol dolgozó embereket szépítünk, viszont ezen a területen tudok úgy kiteljesedni, hogy valójában meg tudom mutatni azt, hogy mi van bennem, akár elméleti síkon, akár gyakorlati síkon, és fantasztikus érzés az, hogy a fodrászok, akik a képzésekre járnak, azok különböző, gyönyörű, köszönő e-maileket, üzeneteket kapok, és írnak be a céghez, hogy nekem köszönhetik azt, hogy a szakmába úgy tudtak fejlődni, és olyan szintet értek el, amit éppen most elértek, és ez egy fantasztikus dolog. Most hadd kíváncsiskodjak egy kicsit, hogy kitérőként talán, és folytatjuk az élettörténetét esetleg, alkalomattán, hogy akadnak-e konfliktusai mondjuk a fodrász üzletébe betérőkkel. Tehát én egy kicsit utána olvastam a dolognak, és például tudom azt most már, hogy nem minden hajtípushoz lehet akármilyen frizurát társítani, tehát meg kell nézni előbb, hogy fejformát, arcformát, hajtípust. Nagyon tájékozott, így van. És hiába hoz valaki egy magazin képet, akkor önnek meg kell mondani, hát sajnos önnek ezt nem lehet. Így van. Objektív akadályon. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánknak... Ön pszichológiát is végzett esetleg? Nem, de már mondták. Gyakorlatban... Én azt gondolom, hogy a mi szakmánknak az elsődleges szempontja, amitől még ha valaki nem is olyan nagyon ügyes, mert nem mindenkinek van annyira jó kézügyessége, de a kommunikáció képessége az megfelelő, akkor mindent el lehet magyarázni. Tehát ha a tálalás kérdése. És vice versa, valaki vice nem versa. Tud kommunikálni, akkor tehát, bajba kerülhet. Amilyen a mosdó, olyan a törölköző. Tehát hogyha én azt mondom XY-nak, hogy jaj, Rozikám, mit akarsz te? Hát nézzél már tükörbe, lófejed van, elálló füledés egyáltalán. Ez ilyesmit azért gondolom. Nem mondani, persze. De hogyha azt finoman közöljük, és nem ledegradálóan, hanem tényleg meg kell mondani... Erőszakmentesen. Igen, és meg kell mondani a vendégnek, hiszen a vendég nincs mindig tisztában az arcformájával. Pont tegnap kérdezte az egyik nagyon-nagyon imádott vendégem, hogy olyan régóta kacérkodik egy frufruval, mit gondolok én, jól állna neki? És akkor mondtam, hogy nem, felejtsd el. Miért? Mondtam, mert nagyon pici a homlokod. Egy ilyen pici még homloknak jobban még jobban összenyom. Igen. Tehát, hogy van ezt tálalva? A kommunikáció az nagyon-nagyon fontos a mi szakmánkban, és egyébként azt gondolom, hogy tehát nem szeretném, hogyha félreértő lennék, de én azt gondolom, hogy most már van olyan hátterem a szakmában, hogy az én vendégeim egyébként azt gondolom a legcsodálatosabb vendégek. Tehát nekem meg vannak nevelve. Nekem annyira nagyon tüneményes vendégeim vannak, igen, hogy én mindet egytől egyig imádom. Tehát közös hullámosra került. Igen, nagyon-nagyon szeretem őket, nagyon-nagyon sokan vannak. 5-6 hetes a bejelentkezési határidő nálam, de én mindet imádom. Mindnek a kis lelki problémáit a saját szívemen viselem, velük együtt sírok, velük együtt örülök, imádom, ha dicsekednek, hogy unokájuk született. Tehát nekem ők olyan, mint egy nagy család. Újabb kérdés, ugye, amit humoreszkekből ismerünk, igen, meg a Le Figaro című francia újság, ezt említettem az előbb, hogy a borbély. Tehát a fodrász, az hírhozó is lehet, vagy szerver, ahogy Litkai Gergely mondja, vagy nem is Litkai, bocsánat, a másik humorista, majd eszembe jut a neve. Tehát mennyire tud diszkrét lenni egy fodrász, hogyha nyilván mindenfélét hall akaratlan is, vagy egy kérdésre kap olyan választ, amit jobban nem ad tovább, mármint a felületet, hogy ez mennyire okoz nehézséget önnek, vagy akadt-e ebből valamilyen problémája, hogy elkottyantott olyasmit, amit nem kellett volna? Nem. Ha a vendég publikusan beszél,
mert nálunk mindig olyan a közösség, vagy a légkör a szalonban, mint egy nagy családba. Hogyha publikusan beszél a vendég, akkor az nyilvánvaló, hogy bárki hallhatja. De ha csak nekem mond valamit, akkor az az egyik fülemben be a másikon ki. Én nem is engedek pletykát az üzletbe. Már ezt megkaptam egyébként, hogy milyen fodrász vagyok én, mert valamit kérdeznek, hogy hallottad, tudsz erről valamit? És én soha nem tudok semmit. Mert olyan pedig szinten tudja, elzártam ennek a csapját sok-sok évvel ezelőtt. Szabad továbbadni. Igen, hogy én nem, tehát nem engedek utat annak, hogy itt pletyka, kibeszélés, vagy bármi legyen. Valószínű, hogy ez is az egyik kulcsa a sikernek, hogy... A diszkréció. Igen, a diszkréció. Ezzel jár. Most akkor ígértem, de térjünk vissza valóban az itt látható díjakhoz, hogy egy hajtervező oktató hogy kap a díjakat, miért kap, vagy elismeréseket, vagy kitől kapja esetleg, ha néhányat bemutatva, hát amire a legbüszkébb esetleg. Amit az Alfa Látod, Parf... itt van Oscar díj is például. Igen, ebben van, amit az Alfa Parf magyarországi Alfa Parftól kaptam. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és a többi része pedig 7 évvel ezelőtt kezdtem a nemzetközi oktató és bemutató fodrászatot, amikor is az egész úgy kezdődött, hogy egy törökországi képzésre szerettem volna elmenni, amit az én itthoni Alfa Parf cégen abszolút támogatott, boldog volt, hogy menjek csak, képezzem magam, tanuljak újat, és aztán hozzam haza, és majd itthon ugye tovább göngyölítjük a tanítását és az oktatását. A törökök ennyire jók így hajszobrászatban? Vagy? Igen, igen, igen. Eléggé ezt az orosz vonalat képviselik, és valóban ők ügyesek. És elmentem egy képzésre, ahol akkor még volt velünk egy tolmács, mert egy szót se tudtunk törökül. Igen, volt velünk egy tolmács, aki segített ott kint nekünk, és megkérdezték, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk, egy kolléganőmmel voltam, és mutatni kellett a munkámról fotókat. Hát arra, hogy magyarok nem is csillant fel a szemük, hogy jaj, de jó, hát, mint a magyarokat szeretnék a törökök, nem tudom. Igen, de nem volt jellemző. A régi ellenségeskedés miatt. Nem volt jellemző, hogy magyar menjen ki Törökországba képzésre. És meg kellett mutatni a munkámat, ez volt októberben, és következő év februárjában már meg voltam hívva egy 10 országból álló nemzetközi csapatba. Ez 2015-ben volt? Ez 7 évvel ezelőtt, 14-ben. 14-15 elején, most hirtelen nem is tudok már vissza emlékezni annyira. És onnantól kezdve vagyok a csapatnak a tagja. És rendszeresen visszajár Törökországba. Igen. Még igen. Most is oda készül, jól tudom. Igen, karácsony most jöttem, előtt? Most jöttem haza. Most jött haza. Október 29-én. 3 hétig voltam kint. És most megyek vissza újra tanítani, az algírokat fogom tanítani, szökíteni és hajat vágni. Erre az imént is fölkaptam a fejemet, hogy azt mondtam csak, hogy hát akkor lesz dolguk. Ugye az araboknál a szökítés szinte mindenkire ráhúzható, pontosan bárki jelentkezhet, hogy szeretne szőkét. De miért szeretnek szőkék lenni az alapvetően sötét bőrű, sötét hajú hölgyek? Talán azért, mert most már annyira kinyílt a világ, és mindenki utazik mindenhova, és most már az európaiak azért jól ellették az arab világot is, Dubájtól elkezdve Törökország, Egyiptom, Tunézia, tehát most igen. Már ezek nekünk, úgy megyünk oda, mintha hazajárnánk, és nagyon-nagyon szeretik a szőkéket ez a fajta férfi népcsoport. A férfiak is, tehát igen. Akkor a nők megérzik, hogy mit szeretnének a körülöttük legyeskedő férfiak, tehát gondolom kiváltják ezt a reakciót a nőkből, hogy na, akkor legyünk szőkék. Igen, és, könnyebb lesz, megörülnek a szőkér, és őnekik ez nagyon nagy gondot okoz, hiszen az ő hajszerkezetük, az ő pigmentjeik teljesen más összetételűek, mint nálunk Netán Európában. Más típusú hajfestésre vagy hajkezelésre is van szükség, mint teljesen másképp, igen, Európában. Teljesen másképp működik, igen. Tehát erősebb szerekre így van. Így van, mondjuk így. Így van, igen. És említett még egy érdekességet, hogy a hölgyek másképpen viszonyulnak egyébként a férfiakhoz, vagy a bűvkörükbe vont férfiakhoz,
Törökországban például, mert úgy is mondhatnánk, hogy féltékenyek rájuk. Ugye ennek látta valami jelét? Hogyne? Vagy tudna ezt leírni Hogyne? Valahogy? Persze, volt már rá példa, a szemem előtt is zajlott ilyen. Ugye nekünk ezek a képzések, amikor én megyek így tanítani, és egybe van kötve az élő showval, amikor még showt is csinálok, akkor ugye általában 8-10 ország van jelen. Ilyenkor 250-től 400-450 főig vannak az emberek, a 8-10 országból jelen, de ez egy ilyen 4-4500 fős szállodákban van. Ugye akarva, akaratlanul is látja az ember a szállodában többit is, és Törökországban ugye nagyon szeretnek az oroszok menni nyaralni. Nincs nekik is olyan messze, ugye nekik? Nincs messze, olcsó, ugyanakkor egy, aki volt már Törökországban, az pontosan tudja, hogy olyan gazdag ellátást, olyan magas szintű ellátást és olyan gyönyörűséget, annyi pénzért, amennyit ér Törökországba tud nyaralni, azt azért kevés helyen kapja meg a világba, és azért nagyon szeretnek az gazdag oroszok Törökországba menni, nyaralni, és az orosz nők, ugye azért valljuk meg, az orosz nők szépek, szőkék is, vékonyak is. A török nők is gyönyörűek, hiszen látjuk a sorozatokban, hogy tényleg baba arcuk van, nagyon-nagyon szépek. Ám amikor egy török nő már egy gyereket szült, valahogy szétmegy a csípőjük, és úgy elkezdenek hirtelen öregedni. Ez a legjobb szó rá. Most onnantól kezdve mindenki, aki náluk jobban néz ki, fiatalosabb, soványabb, vagy szőkébb, az onnantól kezdve mind rivális. Rivális. Török férfiak, vagy a török családok, akik ilyen ötcsillagos, all-inkluzívos szállodát megengedhetnek maguknak, azok általában üzletemberek, jómódú emberek, tehát gazdagok. Az orosz nő meg szereti a gazdag törököt, és onnantól kezdve megindul ez a, én fel akarom szedni, mert gazdag, a töröknek meg tetszik, támadás, mert orosz és szőke és gyönyörű. Viszont van egy És onnantól kezdve beindul a támadás a feleségtől, és ez ugyanúgy, ahogy a filmekben zajlik, ugyanúgy a gonoszsága, a támadás, a bosszú, az azonnal igen, indul. Én próbáltam így képszerre megjelenteni a dolgot, hogy felvetettem azt a szituációt, ugye, ha mondjuk egy hölgy, akár ön is egy csábos pillantást merésze vetni Ankarában egy teraszon a felszolgáló úriemberre, és ott ül közelben a barátnője, és ezt észreveszi, hogy flörtöl, vagy... Még ha a barátnője is egy kezdetleges, akkor maximum a pincér urat majd jól összevesznek. De mondom, hogy lehet, ám hogy akkor látta utoljára a felszolgálót. Ám ha a felesége, és még gyerek is van, akkor nem biztos, hogy nem rajtam landol a kávé. Igen. 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 Tehát azért vigyázzanak a hölgyek, a Törökországba látogatnak, hogy hová igen. vetik a pillantásukat, lehet, hogy bajt okoznak vele. Igen. Na most mi az, amit még önnek esetleg tovább lépést jelenthet? Hát hiszen úgy érzékem, hogy a szakma csúcsán van, nem csak, hogy tudja, de tanítja is. Sőt, még tovább is tanul. Mit lett még ezek után, vagy mit vár még a fodrász szakmától? Hát viszonylag az elmúlt 7 év alatt teljesen magamtól tanultam törökül, és most már olyan jól beszélek, hogy amikor egy sima beszélgetés zajlik, akkor önállóan végzem. Nyilván, ha egy szerződést felolvasásáról van szó, vagy valami jogi dologról, vagy egy komolyabb dologról, akkor ugye mindig van tolmácsunk, vagy a szakmai nyelvhez, amikor a hajszerkezetéről, a pigmentekről és ilyen komolyabb dolgokról beszélünk, akkor mindig van tolmács. Ezt szeretném fejleszteni, tehát hogy még jobban elsajátítsam a nyelvet, hogy minél biztonságosabban tudjak a világba utazni, mert úgy néz ki, hogy egyre több helyre kell mennem. Tehát ugye Tunéziába is voltam tanítani, Algériába voltunk meghívva kolléganőmmel. Ezen kívül ugye Angliába megyek minden évben a Salon Internationalra, ahol az új európai trendeket hozom be. Olaszországból kapjuk mindig a legújabb technikai fejlődéseket. Én, amit ebből a szakmából ki lehet hozni, én ezt addig szeretném megtenni és megcsinálni, és megvalósítani önmagamat, amíg
amíg én úgy érzem, hogy én bennem van ennyi energia, ennyi kraft, mert én azt gondolom, hogy minden szakmában eljön az az idő, bárki bármilyen jól tartja is magát, amikor egy idő után már inkább nevetséges lesz, mint azt mondják rá, hogy felnézek, és érdemes tőle tanulni. Én azt nem szeretném megvárni, hogy azt de ez mondják, még hogy az öreg asszony már mit akar itt még divatról beszélni, hát egy tudóstól se szabad mondjuk azt kérdezni, én hibáztam az előbb, hogy meddig akar még kutatni, hiszen már mindent megkutatott, ilyen igen, nincs, mert a világértem mindig van. Végtelen, és a fodrászat is fejlődik, van, tehát változik, nem mutatjuk azt, hogy kész. És a divat az egy olyan körforgás, hogy annak nincs vége, az nincs, megtanultam és nincs tovább, mert jön egy új, egy még újabb, és egy még újabb, és ennek soha nem lesz vége. Igen, most akkor legyünk egy kicsit aktuálisak. Így karácsony előtt ezt is olvastam, hogy vannak különböző divatirányzatok, ugye, és hogy most mik a trendek. Tehát, hogy ebben az évben talán inkább a rövid haj hódít megint, a rövid hajhoz köthető frizurák, de lehet, hogy rosszul tudom, és egy régi honlapon láttam ezt. Tehát ilyen Victoria Beckham-es, meg hasonló stílusok, hogy tudnál valamit mondani a hölgyeknek, valami kapaszkodót, hogy mire gyúrjanak az idén karácsony előtt, mondjuk, meg gondolom sokan elmennek fodrászhoz. Igen. Érdekes, nem tudnék kiemelni egy ilyet, mint például az előbb, amit mondtunk. Minden divat. Egy titok van, és ez a legfontosabb. Az úgy legyen elkészítve, hogy az, amikor kimegy az utcára, az önmagában legyen reklám. Hogy az most egy balajás, vagy egy sima szőkefestés, vagy csak egy sima hajvágás, az úgy legyen elkészítve, hogy amikor végigmegy a Váci utcán, akár a Lidlibe, a Tescóba, akkor állítsák meg a barátok, a szomszédok, az ismerősök, vagy teljesen mindegy, amikor jön a vendégem, és azt mondja, Müllerbe vásároltam, és oda jött hozzám egy varidegen, és azt kérdezte, ne haragudjon, megadná a fodrászának a telefonszámát. Tehát, ez az elismerés. Igen. Onnantól kezdve mindegy, hogy mit csinál az ember, de az legyen 100%-os. Igen, tehát két alapvető pillér van, ugye válasszunk egy jó fodrászt, egy nagy tudású fodrászt, és utána pedig hallgassunk rá. Igen. És akkor nem lesz baj a frizuránkkal karácsony előtt sem. Igen, és ha még ehhez párosul, hogy a vendégnek a karakterére van szabva, akkor onnantól kezdve nem hibázhatunk. Mert ha hibázik, annak bizony következménye lehet ezen a téren is, mint bárhol máshol. Igen, igen. Hát köszönöm szépen, és mivel nem találkozunk valószínűleg, addig kellemes karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom és az egész további stábnak. Szakmai sikereket. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, hogy eljöhettem.